A pollen szezon már kora tavasszal elindult, hiszen a növények már nagyon korán kivirágoztak. Mogyoró, nyírfa pollen, most pedig a fűfélék és a parlagfű pollenje, ami az egyik legagresszívabb az összes közül. Ennek allergénje július vége felé jelenik meg, vele együtt a fekete üröm is megjelenik. Nagyon sokszor azért is vannak erős tünetek ebben az időszakban, ez a július vége, augusztus, mert hát háromféle pollen is szerepet játszik ebben, hiszen a fűpollen, ami május-június elején elkezdődik, egész októberig is virágzik, akkor ugye belép a július végén a parlagfű és a fekete üröm, és ez a három pollen igen erős tüneteket okoz. Hát a legegyszerűbb természetesen a szénaláthás tünetek, a hígorfolyás, tüsszögés, tüsszögés sorozatok, és amikor már a mélyebb légutakra is ér az a tünetek, ugye az asztmatikus tünetek, erőteljes köhögés, futás, szaladás, vagy sok beszéd kapcsán, megterhelés kapcsán, ezt nevezzük tulajdonképpen asztmatikus jellegű tüneteknek. Ha valakinek már korábban is voltak hasonló tünetei, akkor érdemes a házi orvoshoz vagy allergológushoz fordulni tanácsért. Léteznek olyan orsprék, antihisztaminok, amelyek csökkentik a kellemetlen tüneteket, teszi hozzá a bőrgyógyász allergológus. Ősszel, télen pedig a bőrpróbát el kell végezni, hogy igazolni lehessen, melyik pollenre érzékeny a személy. Fontos azt tudni, hogy ugye a nyári időszakban, amikor ilyen erős tünetei vannak, ugye a hajmosás, azért ez már régóta ismert, mert elég sokszor ez jelezve is volt, hogy a hajunkra rátapad a pollen, ennek következtében praktikus azért esténként lemosni a hajunkra a pollent, hogy az éjszakai alvászavar az ne legyen erőteljes. Nagyon sokszor variálódnak ezek a tünetek azoknál az egyéneknél, akik házipollenre is érzékenyek, hiszen őknek egész évben vannak ezek a nagyon enyhe ugyan, de egész évi panaszai, ez a reggeli tüsszögés, vagy akár a tüsszögés sorozat, és mivel egy felázott nyálkahártyára megérkezik a pollen szezon, nagyon sokszor ugye felerősödnek ezek a tünetei. A nyári időszakban sokszor bőrtünetek is megjelennek a fertőzött tavak, folyók vizében való fürdés, strandolást követően. Egyrészt ugye a pollenkontakt bőrgyulladás, tehát a szabadon lévő testrészeknek, tehát a ruhával nem fedett testrészeken a nedves bőrrel rátapadnak a pollenek, és a fénnyel együtt egy bőrgyulladást okozhat. De ugyanúgy bőrgyulladást okozhat akár egy természetes vízen úszó pollenek is, illetve a természetes vizekben vagy strandvizekben, bár ugye a strandvizeknél az ANTS gondoskodik, hogy fertőzések vagy egyebek ne legyenek, de természetes vizeknél várható, hogy esetleg valamilyen fertőzést kaphat. Ugyancsak a természetes vizeknél a különböző hínárfélékkel való kontaktus okozhat még bőrtünetet. A növényekkel való kertészkedés során is szerezhetünk allergiás kiütéseket. Gyulladás csökkentő antihisztaminos krémek enyhíthetik a fájdalmat. Paszternákot, gazolás vagy egyéb növényeknek a foglalkozása kapcsán ugye a növénynek a nedve a bőrre rákerül, és napsütés kapcsán végzik ezt a tevékenységet, egy nagyon erőteljes hólyagos gyulladás alakul ki. Tehát a kettő együtt, tehát nem napnyugta után, vagy a napkelte előtt végzik ezeket a tevékenységeket, ezeknek a növényeknek a nedve egy fototoxikus reakciót okoz a bőrön, és csak nem a lenyomata kapcsán lehet látni, hogy egy ilyen vonalszerű erős gyulladás és hólyag alakul ki. A rovarcsípésekről is szót kell ejteni, nyáron sajnos ez sem maradhat el. A tigrisszúnyog erős gyulladást, viszketést okoz, rengeteg kórokozó van a bőrünkön. A vakarózás következtében ezek bejutnak a bőrünk alá, és egy felülfertőződést, ótvart okozhatnak. A fekete pici bogarak is erősen csípnek, mélyen bejutnak a bőr alá, akár orbánc is lehet a következményük. Ha erdőben járunk, utána mindenképpen nézzük át bőrünket, ugyanis a kullancsok nem kímélnek.